estét kívánok, üdvözlöm Önöket. Péntek óta beszélünk a 400 millió forintos milliárd forintos megszorító csomagról, és még fogunk is, azt hiszem, a következő hetekben, hónapokban. Több elemző azt vonta már, vagy azt tette már a nagyító alá azokat a passzusokat, hogy vajon kijönnek-e a számok bevételként, be lehet-e szedni ebből vagy abból a tételből ennyit vagy annyit. Aztán ma a parlamentben is ez volt az egyik fő téma. Azt mondják a szocialisták, hogy ez a megszorító csomag az gyakorlatilag tovább mélyíti a válságot. Mesterházi Attila vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert hogy a költségvetés ön szerint, vagy önök szerint ez beismerés, hogy a 13-as költségvetés nem tartható, és abban egy 400-500 milliárd forintos lyuk van, hát most már nem lesz. Hát pont azért van ez a megszorító csomag, hogy ne legyen benne 400 milliárdos lyuk. Igen, ugye azért mondtam, hogy ez egy beismerés, mert mi három hónapja azt mondjuk, hogy ez a költségvetés ebben a formájában tök felesleges volt megszavazni, mert tarthatatlan, mert van benne ez a 400-500 milliárdos lyuk. Ezt egészen múlt péntekig tagadta a kormányzati kommunikáció. És most is azt látjuk, hogy ez egy ilyen nagyon kármentés, de a valódi probléma az nem ez. A valódi probléma az, hogy rossz a gazdaságpolitika, rossz az adópolitika, és éppen ezért volt érdekes, nem tudom, olvasta a Borsod megyei naplóban megjelent Matolcsy úrral egy interjú, és ott a következőt mondta, hogy itt az ideje, hogy arányosan fizessék az emberek a közterheket meg az adókat. Most ezt mondja a szocialista párt, gondolja bele két éve, hogy az egykulcsos adó az nem arányos, az nem igazságos, ezért változtatni kellene rajta. Tehát mi azt javasoljuk, hogy nem lenne szükség ilyen típusú megszorításokra, hogyha egy normális gazdaságpolitika lenne, aminek a fókuszában a gazdasági növekedés, a munkahelyteremtés állna, hiszen gondolja be, hogyha van beruházás, akkor van munkahely, ha van munkahely, akkor van fizetés, ha van fizetés, akkor van fogyasztás, ha van fogyasztás, akkor tud nőni a gazdaság a beruházásokkal együtt. Tehát magyarul kellene egy normális gazdaságpolitika, és kellene egy progresszív adórendszer, ami egyébként nagyjából ennél nagyobb összeget hozna be a költségvetésbe. Talán emlékszik rá, olyan 560-600 milliárd forint volt az a luk, amit az egykulcsos adó ütött az adórendszeren és a költségvetésen. Igen, ám viszont ebből a mostani 400-500 milliárd forintos lukból 300 milliárd a munkahelyvédelmi programnak a megteremtéséhez kell. Hát a munkahelyvédelmi program nem fog annyit hozni a konyhára, hogy tehát az egyik oldalon a megszorítás valaminek az érdekében, a munkahelyvédelmi program érdekében mégiscsak lesz hozadéka, és mégiscsak visszacsöpök valamennyi költségvetésbe. Ez ugyanaz a helyzet, mint a pedagógusoknak a béremelésével. Mi azt mondtuk, amióta ezt ugye meghirdette a kormány, hogy lesz életpályamodell, és mögé lesznek téve a források, hogy lehessen bért emelni. Mi mindig azt mondtuk, hogy értjük, de nem látjuk a költségvetésben. Tehát, hogy a költségvetésben nem volt benne az az összeg, ami a pedagógusoknak a béremelését jelentette volna. Most bejelenti a kormány, hogy ja, hát nem is gondolta komolyan, mert hogy hát nincs rá pénz, ezért nem lesz most, el lesz halasztva ez a béremelés. Ugyanez a gondunk a munkahelyvédelmi akciótervvel, hogy azt mondják, hogy 300 milliárd forintot valahonnét elő fognak teremteni, de azt látjuk, hogy nincsenek megalapozva ezek a mondatok, hiszen az elemzők, ön is, ahogy az imént is idézte, már most darabokra szedték azt, hogy amit a Matolcsy mond, hogy hol, miből, mekkora bevétel fog bejönni, az egyszerűen nem jön ki sehol sem a számadatokból. Az meg végképp nem igaz, hogy a kis és középvállalkozók meg az emberek nem fizetik meg, hiszen gondolj bele, hogyha ezt a tranzakciós adót bevezetik rá, és a szélesebb körbe, mint ahogy előzetesen a hírek ezt mutatták, hát az ki fogja kifizetni? Hát természetesen pont az a kiskeresetű ember, akinek a pár ezer, pár száz forint is egy évben hatalmas kiadást jelent. Aki csak a nyugdíját veszi majd ki. De így akármit, ATM-ből bárhonnét, tehát ez látszik, hogy ez az embereknek a bőrére megy megint. A másik meg, hogy az rendben van, hogy valaki mondjuk az adóhivatalba be akarja kötni a pénztárgépeket, mert ezzel tényleg lehetne fehéríteni a magyar gazdaságot, csak ez 400-500 ezer pénztárgépet jelent. Most arról nem beszélve, hogy azt az apróságot elfelejtette Matolcsy úr elmondani, hogy kivállalja ennek a költségeit. Ez hogy most sem derült ki a parlamentben? Nekem nem derült ki. Pénteken is próbáltam utána nézni, hogy de nem ennek lesz költsége, félértés ne essék. Meg logisztikailag gondolom, hogy fizikailag hogy oldják azt meg, hogy 500 ezer pénztárgépet rákötni egyik pillanatról a másikra az APEC-nek a úgymond a szerverére. Az a része nem hinném, hogy bonyolult lenne. Higgyel nekem, bonyolult. Én beszéltem szakértőkkel, nem olyan egyszerű ezt sem megoldani. De ez csak abból a szempontból érdekes, hogy bejönne belőle annyi bevétel, mint amennyit várnak, megmondanak. Ma minden szakértő azt mondja, és a mi gyors számításaink is azt mutatják, hogy ennyi pénz ebből nem fog bejönni. Ráadásul megint hazudik a mágus, mert egyszerűen látható módon a hétköznapi embereknek a kárára történik megint az a megszorítás.
És ha nem jön be ennyi bevétel, illetőleg ha jövőre kisebb lesz a növekedés, szerintünk nem lesz 1%-os növekedés a jövő évben sajnos a magyar gazdaságban, akkor újabb megszorítások kellenek. Na most látható módon ez a kormány más se csinál, mint megint a középosztály, meg a középosztály alatt levő társadalmi rétegek nyakába vágja így folyamatosan a legnagyobb terheket. És ez meg nem elfogadható a számunkra. Hát az, hogy újabb meg újabb megszorítások lesznek-e, vagy kellenek-e, ezt meg most még tényleg nem látja senki. Tehát ebben a bizonyos gazdasági növekedésben, a prognózisban is elég nagy és széles eltérések vannak. Most már mondjuk a legnagyobb értéket gondoló, az pont a kormány volt, tehát hogy mennyi lesz a gazdasági növekedés. Hát ők azért jelentősen leadták, mert ezzel is spóroltak, hogy a számot átírták. Persze, tehát ez az egyik rész csak arról szólt, hogy a deficitet engedték, a másik pedig lejjebb vették a jövő évi gazdasági növekedést. Tehát ez kicsit játék is a számokkal tulajdonképpen. Egy irreális számot írtak be, most ezt valamennyire visszakorrigálták, de még mindig irreális. És azért nem mindegy, bocsánat, és azért lehet nagyobb fogadást tenni arról, hogy lesznek további megszorítások, mert ha nem jönnek be a bevételek, akkor újra ugye ez a luk ott fog tátongani a költségvetésben, azzal meg megint csak valamit kell kezdeni. És ugye a másik hatása ennek az egésznek az, hogy több tízezres nagyságrendben lesznek elbocsájtások. Egészségügyi szektor, oktatás, önkormányzati vagy államigazgatási szektor. Tehát magyarul nem, hogy új munkahelyeket hozna létre a kormány, vagy segíteni a gazdaságot, hogy létre tudjon hozni új munkahelyeket, hiszen a gazdaság teremti a munkahelyeket, nem a kormány, hanem újabb és újabb munkanélküli tömegeket hoz létre ezekkel az intézkedéseivel a kormány. Tehát közszférát említette Matolcsy György az elbocsátásokat. Itt például az oktatás átszervezését vagy államosítását említette, tehát akkor ez valószínű pedagógus elbocsátás lesz. Pedagógus elbocsátás és az orvosi személyzet, ápolói személyzetnek az elbocsátása itt a nyugdíj okán. És az önkormányzat átszervezés, az önkormányzati szektor átszervezésével meg az önkormányzati szektorba is lesz, és az államigazgatási szektorban elbocsájtás. Ráadásul ezt mindet, mondjuk ezzel már nem lepődünk meg, mert ezt az egészet persze úgy csinálja a kormány, hogy semmilyen szakszervezettel nem konzultált, hogy ő mit szeretne tenni, hanem kiállt ez a jó ember a tévébe, és azt mondta, hogy akkor mostantól kezdve ez majd így lesz. Ez mondjuk nem politikai stílus, de hát ezzel mondom, már nem akadunk fönn, hanem sokkal inkább a tartalommal van baj. Ez egy lefelé húzó spirálba teszi bele az országot. Ha nincs gazdasági növekedés, nincs minek a révén kinőjük ezt a nehéz helyzetet, ezt a válságot, és munkahelyek sem fognak létrejönni. Ami azért nagy baj, az imént is mondtam, ha nincs munka, akkor nincs fizetés, akkor nincs fogyasztás, és az emberek közben egyre emelkedő rezsiárakkal, adóssággal kell, hogy számoljanak. Tehát lassan nem azt kell mondani, hogy ez ilyen, hogy mondjam, elfogadhatatlan intézkedés, hanem azt kell, hogy mondjuk a szociális plafonnal együtt, hogy ez egy embertelen intézkedés, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon aljas lépés megint a kormány részéről. Akkor, amikor a munkahelyvédelmi programot jelentette be a kormány, abban is számomra az egyik legizgalmasabb fejezete az a Magyar Államkincstárnak a tranzakciós adóval való megterhelése volt. Aztán azt gondoltam, hogy ez szépen lassan kikopik majd itt a tervekből, hát most ismét a pénteken bejelentett intézkedések között ott van a MÁK-nak a megadóztatása, vagy tranzakciós adóval való sújtása. Az például mai parlamenti ülésen kiderült, hogy ez mégis hogyan? Tehát, hogyha ha nem terhelik rá senkire, akinek a MÁK utal, orvosbérek, pedagógusbérek, adóvisszatérítés, akkor viszont az állam az egyik zsebéből a másikba teszi a pénzt, tehát annak nincs értelme. Akkor ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy az, aki megkapja a fizetését, azon is lesz egy tranzakciós díj. Tehát aki a Magyar Államkincstáron keresztül kapja a bérét, fizetését, azon lesz egy tranzakciós adó. Aztán, ha azt kiveszi a bankból, azon is lesz egy tranzakciós adó, akárhányszor, tehát minél többször veszi ki, annyiszor bukik rajta. Én azt gondolom, hogy amit ön elmondott, az eléggé fekete-fehér. És nagyon logikus. Tehát látszik, hogy vagy nincsen megint átgondolva, vagy megint kétszer csesznek ki az emberekkel. Mind a kettő, hogy mondjam, egyik sem áll távol a magyar kormánytól, maradjunk annyiban a dologban. Mi próbáltunk megtudakolni, hogy akkor ennek hogy lesznek a részletei, erről semmit az ég egyet a világon nem lehet tudni. Egy biztos, a sor végén mindig a kis ember szívja meg, már elnézést, hogy ilyen egyszerűen fogalmaz. Hát most már egyre egyszerűbben fogalmaz.
Most nem tudom ezt másképpen fogalmazni, mert amikor ráadásul még van képük azt mondani, amikor egy ilyen helyzet van, hogy ez nem fog érinteni az embereket, sőt, tulajdonképpen ez jó lesz mindenkinek, hogy ők ezt így oldják meg, akkor tényleg az ember néz fölfelé, és azt mondja, hogy hát hogy nem szakad le a plafon a nyakukba, amit Rogán Antal meg a többiek mondanak, hogy ez semmilyen módon nem érinti az embereket, meg hogy nem lehet áthárítani. Hát nem tudom, ön is, én is kaptam a bankomtól különböző emelkedést, hogy mit tudom, ezért a tranzakcióra, azért már eleve is többet kell, hogy fizessek a mobiltelefon költségben, mindenhol megjelenik az az emelés, abban ügyes a kormány, hogy úgy adja ezt el, hogy ő a bankokat adóztatja, a telekommunikációs szektort adóztatja, nem az embereket, na de hát a végén az ember, a fogyasztó áll, úgymond. Úgyhogy látható módon ez egy trükk, amit megpróbál a kormány most már sokatszor letolni az emberek torkán. Igen, csak erről mindig el szoktuk mondani, hogy lehet, tehát hogy különböző kommunikációval lehet, és ezzel mindig minden politikai erő, mindig minden kormány próbálkozik, hogy ez nem is megszorítás, ez nem is tandíj. Hiller István se tandíjnak hívta annak idején a tandíjat. Szóval mindig vannak kommunikációs trükkök, ettől függetlenül mi meg pusztán élünk. Az emberek nem buták, tehát hogy ezt így látjuk és tapasztaljuk az életünkben, hogy mi hogyan alakul. Nem tudom, hogy ilyen gyors elemzés készült-e már a soproni időközi választás kapcsán, hogy ez csapódott le, vagy pedig helyi szinten tényleg a két jelölt között, ismertsége, munkája között olyan különbség volt, hogy nem a pártpolitika döntött, hanem a helyi szinten a két embernek a megítélése. Vagy ez csapódott már le egy időközi választáson. Ugye ez egy pénteki bejelentés volt, tehát ez két nap alatt nem tudott olyan szinten. Amiről most beszéltünk, az nem csak péntek. Most a Matolcsi csomagról beszélek, bocsánatok, én úgy értettem, hogy maga ez, amit most bejelentett. Nem. A telekommunikációs adó, a családi adózás. Ugye öt jelölt volt Sopron, azért ez fontos látni, tehát nem a Fidesz meg az MSZP között kellett választani, hanem volt jobbikos jelölt, volt LMP-s jelölt, és volt egy teljesen civil jelölt. Ebből sikerült a szocialista párt jelöltjének megnyerni úgy a választás, hogy a Fidesz és a Jobbik együttesen ért el annyi eredményt, mint mi külön egyedül. Az elemzésünk szerint annyi országos hatása van ennek az eredménynek, hogy egy biztos. Az ottani jelöltünk, a szocialista párt bebizonyította, hogy a Fidesz és Orbán Viktor megverhető. A miniszterelnök külföldi újságokban itthon számtalan alkalommal hivatkozott arra, hogy még nincs itt semmi gond, a Fidesz támogatása töretlen, hát lám minden időközi választást ők nyertek meg. Most Dunaföldváron is és Sopronban is bebizonyította a szocialista párt, hogy meg lehet verni a Fidesz, meg lehet verni a Fidesz helyi jelöltjét. Ehhez kellett egy jó jelölt, egy reális program, és nagyon sokat kellett menni az emberek közé. Erről beszéltem az elmúlt héten, hogy lábbal fogjuk megverni a Fideszt. Gondolom, hogy engem kitiltottak a soproni tévéből, nem adhattam nyilatkozatot. De nem csak engem, előtte az összes szocialistát az elmúlt két évben alig engedik be a soproni köztévében. Korlátjuk lejárt, tehát megosztabb, hogy ki hány percet. Én úgy tudom, hogy több ellenzéki párt is kezdeményezte, hogy szívesen szólnának, azokat is elutasították, meg bennünket is elutasítottak. Mi két héttel korábban jeleztük, addig nem volt senkinek se problémája, hanem pont csak az utolsó előtti nap derült ki. Azt csinálták, hogy péntekre összehívtak egy rendkívüli közgyűlést, amin döntöttek a körzetet érintő fejlesztési projektekre, és gyorsan hozzá is láttak elkezdeni, és gyorsan szórólapon tájékoztatták a közegben élő embereket, hogy hát milyen fontos döntéseket hoztak. Szombaton? Pénteken. Tehát pénteken döntöttek, szombaton mentek a szórólapot, hogy itt csatorna, itt fát ültetünk, ott kertet. Szó szerint. Meg amiket régen ígértek, hogy azt is ők azonnal elkezdték teljesíteni. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy a pénz, paripa, fegyver, médiafelület ott volt a Fidesz oldalán Sopronban. Mégis az emberek kimertek állni, azt mondták, hogy van tétje ennek a választásnak, mint ahogy Dunaföldváron is volt tétje. És ilyenkor az emberek megmozdultak, és akármennyire is meg akarták félelmíteni az embereket. A Jobbikot odaküldték, a Jobbikos jelölt ott botrányolt az én kampányzáró rendezvényemen 30 percen keresztül, még a rendőrség nem avatkozott közben, ez egy érdekes helyzet, de most ezt tegyük félre. Jöttek, 30 percig tartottam egy beszédet, és folyamatosan sippa, dobba, nádi hegedűvel, de szó szerint értse, megpróbálták megzavarni, hangosan tülköltek, hogy ne hallják az ott lévő emberek, hogy miről beszélek. Ami arra pontosan jó volt, hogy össze lehetett hasonlítani a két politikai kultúrát, hogy mi az, amit mi képviselünk, és mi az, amit a Jobbik és a Fidesz képvisel a városba, hiszen ott is ugyanaz van, mint itt országosan. Itt Orbán Simicska gondolja úgy az országról, hogy az ő zsebében van mindenki, és úgy kezeli az emberek vagyonát, mintha az a sajátja lenne. Ott helyben meg a helyi fideszes notabilitás, Molnár Ágnes és az ő élettársa, aki alpolgármester a soproni önkormányzat. Na, ők gondolják, hogy azt csinálnak a városban, amit akarnak, és szerintem ebből elegük lett az embereknek Sopronba is, elegük lett Dunaföldváron, és elegük lesz 2014-ben országosan is, úgyhogy Orbán Viktor oda kerül, ahova való, a történelem szemétdombjával, a kormányával együtt.
messze van még 2014, és pont ennek kapcsán a mostani hétvégi szocialista és az elmúlt hétvégi szocialista győzelem kapcsán tudom, hogy ma már többen megkérdezték, hogy ez most egy öntől, most ez egy fordulópont volt az MSZP életében, és azt mondják, hogy nagyon jó, nem kell ellenzék összefogás, bízunk magunkban, még van is időnk megerősödni, nekünk játszik a Fidesz, különösen Matolcsi György összes programjával, csomagjával, vagy erről még korai beszélni? Nem, hát azért bízunk magunkba, tehát az egy fontos, hogy én 2010 óta bízok a szocialista pártba, és büszkén hirdetem azt, hogy igenis a szocialista párt talpra fog állni, de azért ilyen mély következtetéseket nem vonunk le ebből a választási győzelemből. Tehát ami országos hatása ennek a győzelemnek volt, az az, amit önnek mondtam. Nem lehet ma azt mondani többet, hogy nem megverhető a Fidesz, de megverhető Dunaföldváron, és bebizonyítottuk polgármester választásnál, és bebizonyítottuk ezt Sopronban is. Ez szerintem fontos. Ennél többet nem szabad levonni természetesen konzekvenciát. A kampánystratégiára nekünk saját munkra nézve, igen, mi az, ami jól működött. A szocialista párt semmit nem változtat ettől a politikáján. Ugyanúgy nyitottak vagyunk az együttműködésre. Minden olyan erőt, amelyik demokratikus és abban érdekelt, hogy ezt a bagást elzavarjuk a csodába, azoknak a jelenlétét, a működését azt mi üdvözöljük. Hát nem tehetünk mást, hiszen, hogy mondjam, a végső cél az az, hogy más politika legyen Magyarországon 2014-től, mert a más politika hozza meg az emberek számára a sikert és adott esetben a magasabb fizetést, a jobb gazdaságpolitikát, a több munkahelyet, tehát az életminőség attól fog javulni. Attól lesz több szabadság, attól lesz több demokrácia, attól lesz jogbiztonság, ha nem Orbán Viktor és ez a parlamenti többség uralja az országot. De idáig ez kevés, ha nem Orbán Viktor, attól még nem lesz több demokrácia, több szabadság, hát, gazdasági növek. Nem, ennek a mondatnak folytatódnia kell. Ha nem Orbán Viktor, hát épp azt veszem, hanem ha más a politika. Itt nem személyekről van szó. Tehát ne tévedjünk, a politika az nem személyekről szól csak kizárólag. Az önről, rólam, mindenkiről szól. Tehát nem politikusokról szól ez. Az arról szól, hogy tudunk-e meg tudjuk-e győzni az embereket, hogy tessék eljönni szavazni, mert 4 évente önök azok, akik a kezükbe veszik a sorsuk irányítását. És igenis van lehetőségük megragadni, és azt mondani, hogy ebbe az irányba akarom tolni az ország szekerét, vagy egy másik irányba. És szerintem ezért helyes, aki azt mondja, hogy a választás, a szavazás az mindig egy ünnep, akárki is mondta, mert igen, 4 évente a választópolgár a saját sorsáról fog dönteni. Ezért mondom én mindig azt, hogy az együttműködésben nyitottak vagyunk, de egyetlen egy feltételünk van, hogy ez program alapú legyen. Pont azért, amit ön mond, hogy meg tudja mondani a választópolgárnak én, meg mindenki más, aki részt vett ebbe a programalkotásban, hogy mi az, amit ajánlunk. És ez nem lehet az a hiba, mint amit 2006-ban mi követtünk el, hogy más volt a választási programunk, és más lett utána a kormányprogram. És nem lehet az sem, amit Orbán Viktor csinált, hogy semmit nem adott a választóknak, csak az, hogy szavazatok rám, aztán majd mindenkinek jobb lesz, hanem és inkább csak érzéseket keltett. Én pontosan szeretném, hogyha az ellenzéki erők, a szocialista párt biztos, hogy ilyen lesz. Mi pontosan meg fogjuk mondani azt, hogy ha ránk szavaznak, akkor milyen politikára számíthatnak tőlünk a választópolgárok, és én szeretném, hogyha ezt úgy tennénk, hogy a számunk érhető is legyen rajtunk, és az lenne a jó, hogyha az összes demokratikus erő hasonlóképpen gondolkodva valamilyen közös utat keresne, mert kell az, hogy ezt az országot minél gyorsabban kirángassuk ebből a válságból, amit most tapasztalunk. Most akkor személyekkel való együttműködésről még fölösleges is kérdeznem? Tehát Gyurcsány Ferenccel, igen? Bajnai Gordonnal, ebben nem, igen? Semmilyen új dolog nincs az ég egyadta világon. Én ezt ma is tartom tovább, és csak ezt fogják tőlem hallani. A szocialista párt nyitott minden demokratikus civil szervezettel, mozgalommal, párttal való együttműködésre. Még egyszer mondom, egy feltételünk van. Legyen program alapú ez az együttműködés. Én abban hiszek. De nincsenek fekete listás személyek se. Tehát azt hát nem mondják, mint az LMP, hogy szinte bárkivel, no de hogy Gyurcsánnyal, nem azt tudni. Én azt gondolom, hogy ebben az LMP-t néha nehéz követni, de nem akarnék én semmi rosszat mondani róluk, mert másik párt nincs hozzá jogom, max magánvéleményem lehet, hogy helyes vagy üdvözítő stratégiájuk vagy nem. Mi tudomásul vesszük, hogy ők úgy döntöttek, hogy senkivel nem akarnak együttműködni. Mi a szocialista pártban nem hoztunk ilyen döntést, nem is fogunk ilyen döntést hozni. Én ebben a legszélesebb nyitottság pártján vagyok, még akár önértelemben is, sőt, elsősorban olyan értelemben, hogy nézzük meg helyszinten is, hogy kik azok a civil szervezetek, akikkel helyben egy-egy választókörben van értelme, szintén tartomi megoldások mentén
mentén együttműködni, éppen ezért alulról fölfelé építjük például a regionális programjait a Szocialista Pártnak, hogy bevonjuk a helyi közösséget, és közösen találjuk meg a válaszokat az ott helyben legégetőbb problémákra. Ez egy új megközelítés, eddig ezt senki sem alkalmazta az elmúlt 20 évben, de én valóban egy szélesebb társadalmi együttműködésben képzelem el a saját magunk programalkotását is, tehát a választókerületi szinttől, ahol a választópolgár van, aztán a civil szervezetek, és aztán az országos civilek és demokratikus politikai pártok is számunkra egészen biztosan potenciális partnerek. Én meg majd megkérdezem a többieket is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó estét kívánok, üdvözlöm a Szocialista Pártnak. Társadalmi együttműködésben képzelem el a saját magunk programalkotását is, tehát a választókerületi